Vérfolyt Kecskemét egyik áruházának parkolójában szerda reggel. Két férfi vitatkozása ugyanis tetlegességig fajult. Információink szerint szerelemféltés miatt történt először az érintettek között egy közlekedési konfliktus, majd a vitát a parkolóban folytatták. Az ügy gyanúsítottja egy késsel combon szúrta a sértettet, aki 8 napon túlgyógyuló sérülést szenvedett. A szurkáló elmenekült a helyszínről. A kecskeméti rendőrök rövid időn belül elfogták az ügynek a gyanúsítottját, akit felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette, és súlyos testi sértés büntette miatt hallgattak ki gyanúsítottként. A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatásának az elrendelését is. Úgy tudjuk, hogy a férfi nem ismerte be bűnösségét. A letartóztatás elrendelését a kecskeméti járási ügyészség is indítványozta több okból kifolyólag. Megalapozottan tartani kellett attól, hogy a gyanúsított, a férfi a bizonyítást megnehezítené, veszélyeztetné. Ezen kívül a bűnismétlés veszélye is a ügyészség szerint a letartóztatás elrendelését indokolja, ugyanis a gyanúsított hasonló bűncselekmény miatt korábban már volt büntetve. A férfit ma letartóztatták, azonban a döntés nem végleges, mivel a gyanúsított és védője enyhítést kérnek. Bűnügyi felügyeletért fellebbeztek.